És majd is a mellettem Szalai Tamás Dömötör, pszichológus és párterapeuta. Szia, ismételten köszöntelek a műsorban. Ugye amikor legutóbb nálunk jártál, arról beszélgettünk, hogy a nyitott párkapcsolatok azok mennyire jók, egészségesek vagy nem. Ezt egyébként a fixade.tv oldalon ti is visszanézhetitek. És hát már gyakorlatilag jó szokás volt az írni, ismét egy felmérés kapcsán érkeztél ide hozzá. Ugye és Londonban, hogy hozzá tudom, akkor végeztek egy felmérést, és 5600 párkereső férfit kérdeztek meg, hogy nekik milyen a női ideál, vagy valami ilyesmi, és hogy ők azt mondták, hogy mit tudom én, az se zavarja őket, hogyha náluk magasabb, vagy valami, csak hogy jó munkája legyen. Ugye ez volt az egyik kitétel. Na most te mit gondolsz egyébként ezzel kapcsolatban? Ez most csak Londonra igaz szerinted, vagy amúgy tényleg ez van, hogy már gyakorlatilag az anyagi része az, ami motivál, és az, amit te is mondtál egyébként a beszélgetésünk előtt, hogy az intelligencia, vagy valami, az már nem is igazán nyom sokat alatban. Hát amennyit láttam ebből a felmérésből, az az, hogy alapvetően náluk sikeresebbet nem keresnek feltétlenül, hanem az volt a kritérium, hogy sikeres és független nőt keresnek, ami végül is így már egy teljesen más kérdés, mert hogy akkor nem indul be a párkapcsolati vetélkedés talán, tehát nincsen itt az összehasonlítás, ami mondjuk pont egy ilyen cikkben vagy egy ilyen felmérésben nagyon érdekes lehet nekünk, ugye mindig a tudomány is, meg az ilyen cikkek is az összehasonlításokat keresik, és talán az lehet érdekes, hogy azt látták, hogy a férfiak független nőt keresnek, sikeres nőt, a munkájukban jól működő nőt keresnek, ami talán azt sugálja leginkább, hogy egy olyan nő kell manapság, aki autonóm, ellátja magát, és aki kvázi talpra esett, vagy ilyesmi, és hogy ilyenből a szempontból mondjuk ezek a klasszikus ilyen passzív, nagyon gyengéd, nagyon lágy női ideál, ez valahogyan átalakul egy kicsit, és valószínűleg az a jelenség, ez inkább érvényes a fejlődő társadalmakra, mondjuk pont, hogyha Londont veszük, de nyilván lehet globálisan is egy ilyen átrendeződés. Persze gondolom, hogyha ugyanezt a dolgot felmérnénk Kínában, hogy ott milyen kritériumok alapján keresnek valakit a társkeresőn, biztos teljesen más találnánk. Ugye nem mentünk el amellett, hogy ez egy londoni társkereső oldalon történt, és egy olyan ötletet, vagy egy olyan kérdés vett fel bennem ez az egész, hogy oké, legyen sikeres, mivel nincs is egyébként semmi baj. Csak hogy itt tehát egy társkereső oldalon, hogy most hol marad az érzelmi része. Tehát, hogy az, hogy valaki sikeres, és hogy mondjuk azt, hogy tisztában, hogy ez legyen a legfontosabb, gyakorlatilag ez derült ki, akkor így még mindig nem biztos egyébként, hogy az illető az engem bármilyen szinten, úton, módon megfog. Tehát, hogy nekem ez úgy jött le, mintha a férfiak egy olyan nőt keresnek, akik adott esetben eltartja őt is. Kicsit erősen hangzik, csak hogy nekem így jött át. Van szerintem is egy ilyen sugallat ennek az egésznek, főleg, hogyha mondjuk esetleg azt veszük, hogy a férfiak esetleg a saját dominancia készítéseiket esetleg nem tudják annyira kiélni, vagy nem bíznak annyira a saját anyagi volumenükben, vagy lehet, hogy elbizonytalanodnak, akkor lehet, hogy pont szükségük lehet egy olyan nőre, akire ilyen szempontból is belekapaszkodhatnak. Persze az érdekes a másik oldal a kérdésednek, hogy nyilván a társkeresőn próbáljuk az embert valahogyan kilóra váltani, legyen 180 centi magas, legyen diplomája, beszéljen 4 nyelven, természetesen legyen kékszemű, és egyébként legyen hosszú hajú, és egyébként manökenkedjen Svédországban. Nyilvánvaló módon nem ettől lesz valaki vonzó, mert mondjuk, hogyha visszagondolsz a gimnázium éveidre, nyilván lehet, hogy megszeretted a patásodat, vagy mondjuk, hogyha nem voltak olyan nők az osztályban, akkor nem, vagy hogyha az egyetemi évekre is visszagondolsz, nagyon sokszor inkább a közelség, meg a közös élmény az, vagy valami fajta találkozás, ami igazándiból azt az élményt, azt az atmoszférát teremti, hogy a másikat tényleg megszerest, és azt hiszem, hogy ez a társkeresőknek az egyik frányával, vagy gusztustalanabb paradoxona, hogy rengeteg olyan paramétert egyeztetsz, ami elméletileg neked valami jót ígérne, de gyakorlatilag találkozás nagyon sokszor nem jön létre, vagy hogyha létre is jön, rengeteg párhuzamos vonal van, hogy ez olyan, mintha egy keresési paradoxon lenne. Azt hiszed, hogyha 4-5 horgod van bent a vízben, akkor több halat fogsz, közben egyikre sem marad igazán figyelmed, és mindegyiknél kapás lesz, ugyanakkor te mindegyik kapásról lemaradsz. Nem jön létre az a fajta találkozás, ami mondjuk, hogyha van egy személyes közeg, van egy kirándulás, van egy összejövetel, van egy szórakozás, van valami hasonló közeg, akkor abban már megteremhet valami fajta intimitás, úgyhogy szerintem a párkapcsolat ilyen vetélkedésnek lehetnek hátulütői, hogyha társkereső oldalakon keresztül folytatjuk. Igen, pont azt akartam mondani, hogy attól függetlenül, hogy beállítom, ugye tényleg be lehet állítom, mert nem tudom egyébként, hogy haj, szemszín, meg ilyenek. Azt nem tudom. Mindegy, majd megnézzük, vagyis hát pont, hogy legalábbis pont, hogy nem. Akkor így, tehát hogyha ennyire számszerűsítjük az adatokat, akkor elmarad a legfontosabb dolog, tehát hogy így a szerelem, meg így az első látásra, ami létezik.
ezt nagyon sok ebben megtapasztalja a saját bőrén, csak ez így elvész. Tamás, arra lennék kíváncsi, hogy te pszichológus vagy, és nyilvánvalóan, bár mondd, hogyha tévedek, volt már nálad olyan vendég, szakmai általában kliens, páciens, aki úgy érezte, hogy nem sikeres a párkapcsolatokban. Igen, ez előfordul, igen. Na te most mennyire nagy valószínűséggel ajánlod egyáltalán azt, hogy amúgy hát próbáljon meg társkeresőkön ismerkedni? Mennyire hiszel te egyáltalán ezekben? Jó, nagyon jó kérdés. Az biztos, hogy ajánlani nem ajánlhatok semmit. Ugye ez az egyik ilyen első alapvető szabály, hogy pszichológusként nem adsz tanácsot, és párterapeutaként sem adsz tanácsot. Legfeljebb feladatokat hozhatsz be, vagy kérdéseket, aminek a nyomán valaki valamire rájöhet. Ugyanakkor, hogyha mondjuk ilyen direktben mégis ajánlhatnék, nagyon sok mindent mérlegelnék előtte. Azt hiszem, hogy olyan embereknek, akiknek nincsen meg a társas közegük, tehát nagyon elszigetelten élnek, mert olyan a munkájuk, hogy mondjuk állandóan utaznak, vagy már véget értek az egyetemi évek, vagy mondjuk pont ugye, hogyha megnézzük, hogy a társkeresőkön nagyon sokan vannak 35-40-50 év között, ugye akkor vannak az első nagy veszekedések, válások és a többi, kikerülnek abból a közegből, ahol ismerkedni lehet. Na, ilyen embereknél lehet, hogy van jelentőség a társkeresésnek. Csak nem tudom, hogy láttad a Hör című filmet. Ajaj, persze. Ajaj. Igen. Gyakorlatilag ugye az arról szól, hogy egy monogán ember, hogyha jól tudom, igen, akkor az operációs rendszerébe lesz szerelmes, és alakítanak ki kapcsolatot. Kicsit skifi-de egyébként ajánlom mindenkinek, mert jó film. Igen. Igen. És amiatt hozom föl ezt a témát, mert hogyha online társkeresésről van szó, vagy olyasfajta kommunikációról, amikor a másikat nem látod, nem így ültök, mint ahogy mi most, akkor nem tudod a gesztusait egyeztetni, nem látod a tekintetét, nincsen meg az egésznek az atmoszférája, az egész tele van projekcióval, tele van vetítésekkel, képzeletekkel, és nagyon sokszor csúszik a voltak éppeni kapcsolati élmény, és ugye nyilván emotikonokkal, meg ilyenekkel próbálod pótolni azt a fajta hézagot, és nem tudod, hogy pontosan kit ismersz meg, és egy nagy hátrányom még emellett az, hogy ugye egy idő után mindenki akarja emelni a licitet, vagy bebiztosítani magát, és akkor tényleg 4-5-6-8 beszélgetés folytat párhuzamosan, innentől kezdve a veled való találkozás az leértéktelenedik. Tehát én azt hiszem, hogy ha kéne valakinek ezt ajánlani, akkor olyan embernek ajánlanám, aki átmenetileg kikerült abból a közegből, ahol ő tud ismerkedni, meg partnert találni, viszont eléggé erős idegzetű ahhoz, és eléggé impulzív, hogy folyton fönn tudja tartani ezeket a szálakat, viszont ne törjön össze, hogyha mondjuk esetleg 8 az egyből, mert van rengeteg olyan ember, akinek, hogyha nem ő az egyetlen, ez egy óriási törés az életében. Uh-huh. Te, mint pszichológus, egyébként mit gondolsz, hogy sok olyan ember él, és akkor most hagyjuk az angolokat, hanem itt minden magyaroknál, akik hát hadilábon állnak egyáltalán a társ vagy párkereséssel. Jaj, szerintem nagyon, persze, persze, persze. Hát, az a baj szerintem egyébként, hogy az ilyen fajta, ez a virtuális történet, ami körülvesz minket, a különböző közösségi oldalak, a társkereső oldalak, az egy lépcsőfok talán, hogy valakivel videót telefonálunk, de az is elveszti a dolognak azt a varázsát, mint amikor csak úgy sétálsz az utcán, és egymásra néztek, és elindul a történet. Igen. Hát a hadilábon állás az pedig egy kicsit olyan, tudod, mint a nagyon sok pszichológiai zavarnál van például az alvás megink, vagy megink mondjuk az étkezés, az evés, ugye túl sokat esznek, túl keveset esznek, és a többi ugyanígy fölborulhat tényleg az alvás minta. Na, egy kicsit hasonlóan a párkapcsolatok azok tudják követni az alapvető hangulati állapotot. Ugye, hogyha jól megy a párkapcsolatod, akkor nagy valószínűség szerint egy picit boldogabb, vagy jobb az önértékelésed, mert van a szexualitás, akkor jobb a testképed, jobban elfogadod magadat, jobban benne vagy a társalgásban, akkor nyilván egy kicsit extravertáltabb leszel, nyitsz a világ felé. Még hogyha mondjuk egy kicsit elvonulós a periódus van, akkor ez sokszor meglátszik a párkapcsolatokon is. Ugye ugyanígy a hangulati tónus az ebben is meglátszik, tudod, valaki felfogozott, akkor próbál mindenkivel összejönni, legalábbis mindenkivel összeismerkedni, nagyon gyorsan bele lehet csúszni promiszkuitásba és a többi. Tehát, hogy a párkapcsolatok azok nagyon szépen azt gondolom, hogy reflektálják azt, hogy az ember voltak éppen milyen, hogyan áll magával, mennyire fél magától, mennyire próbál megrejtőzni, vagy mennyire próbál folyamatosan a világból valamit bekebelezni, valamit fölzabálni. Úgyhogy ilyen szempontból hát a dilemmákat, azokat nyilvánvaló módon tükrözik a párkapcsolatok. Igen, én nem akarom nagyon szídni a társkereső oldalakat, hogy abban az megint egy másik történet, hogy egyáltalán tényleg azzal az emberrel beszélgetek-e, ugye, akinek a profilját látom ezen a társkereső oldalon. De hát ez megint a közösségi oldalaknak az elkorcsosulása, ami most nem menjünk bele. Szóval van egy másik téma, ami engem meg elképesztően foglalkoztat, hogy mostanában nagyon-nagyon sok helyen lehet hallani, meg olvasni azt, hogy a férfiak kicsit háttérbe szorultak kezdeményezés gyanánt, és úgymond van, amikor a nők csípik fel a férfiakat. Te mit gondolsz erről? Mennyire jellemző ez a mostani mindennapokra? Húha,
Hát azt hiszem, hogy a nőknél mindig volt egy kontroll, egyfajta egészséges kontroll. Igen. Utána lehet ennek olvasni nyilván egy csomó helyen, például a Bereckei Tamásnak van az evolúciós pszichológia könyvében egy ilyen remek fejezet erről, ezt tényleg mindenkinek ajánlom, annak is, aki laikus, mert nagyon közérthetően szépen van fogalmazva, hogy mindig az elején megy az ismerkedésben ez a fajta reklámozás, ki mennyire dekoratív, mennyi tekintetet oszt meg, mennyire meleg az a tekintet, mennyire barátságos, nem tudom, nyilván látszik egy csomó ilyen alap dologból, hogy hogyan viszonyul a másikhoz. Ilyen szempontból már a nőknek önmagában van egy felütése, kevés az a férfi, aki mondjuk azt mondja, hogy hát ez egy gyönyörű nő, akkor én oda megyek egyből, mert hogy úgyis maximum sikerem lehet, vagy legrosszabb esetben visszautasítanak. Tehát a nőknek már van egy ilyen nyitó helyzet, ez nagyon sokszor, hogy esetleg ők nyitják meg a tekintetet, vagy ők azok, akik valahogyan jelzik. Ugyanakkor az is érdekes, hogy a nők sokkal fogékonyabbak ezekre a gesztusokra, vagy sokkal jobban tudatában vannak, mint a férfiak. Tehát ez egy ilyen paradox helyzet. És hát nyilván a végén is nagyon sokszor, ugye, hogyha a férfi kezdeményez klasszikusan, akkor pedig a nő az, aki végül is lezárja ezt a helyzetet, elfogadja vagy sem. Azt hiszem, hogy manapság azért ez átalakulóban van, ez a fajta klasszikus felosztás, és a nők aztán alkalmasint ugyanúgy belemennek ezekbe a helyzetekbe, mint a férfiak, ugyanúgy megvan bennük az élménykeresésnek a vadásznak, is vadásznak, így van, ők is ugyanúgy keresik a szenzációt, a kapcsolatot és a többi, mert hát nagyon sokszor az önértékelés is föl lehet azzal tartani, hogyha jó indulatú pajzánkodásban megy bele ugye az ember, valami fajta ilyen bókolási verseny van és a többi, de hogy a mögött is van egy határtartás, aztán az egy másik kérdés, hogy mi az, amikor valaki tényleg aktívan keresi a kapcsolatokat, és nem csak arról szól, hogy elszórakoztassa magát, persze. Mm. Nyilván a férfi már rögtön elárul magáról valamit, amikor kezdeményező képessé teszi a helyzetet, illetve saját magát, de nem fordul ez elő sokszor, hogy a nő ettől emiatt egy kicsit megijed, hogy engem így most így letámad gyakorlatilag egy klubban. Aha, azt hiszem, hogy ez azért érdekes kérdés, mert nagyon sokszor abban, hogy megijedünk egy kapcsolattól, vagy nem, abban nagyon régi kötődési minták dolgoznak. Van, akinek alapvető igénye van arra, hogy legyen felé valami fajta intimitás, megnyilatkozás, mert hogy akkor hiszi el azt, hogy a másik emberben megbízhat, mert kvázi ilyen Pilinszki gondolattal, ugye akkor tapasztalod meg a másik embernek a mesztelenségét, ilyesfajta lelki mesztelenségét, és nyilván az indítványoz téged is arról, hogy megnyílhassál. Más embereknek ez zavarba ejtő, mert úgy érzik, hogy túl közel jönnek. Ugye van olyasfajta kötődés, amikor az ember elbizonytalanodik, akkor azt nem a csimpaszkodással próbálja meg kompenzálni, hanem pont a távolságtartással. Uramisten, te ne tálaljál annyi mindent magadból, mert ez így nekem egy kicsit túl sok. Vegyük ilyen lazára a dolgot, vagy mit tudom én, vagy tegyük az egészet testi szintre, de hogy ne legyen ez a fajta érzelmi kitárulkozás. Tehát ilyen szempontból nem tudod azt mondani, hogy van egy érvényes taktika, azt tudod nézni, hogy eddig milyen tapasztalataid voltak, és körülbelül ilyen arcvonásokkal, körülbelül ilyen gesztusokkal nagyjából melyik taktika fog működni. Uh-huh. Ennek kapcsolatot eszembe egyébként egy új téma, hát most egy ilyen beszélgetés, hogy kijelenthetjük-e, hogy férfi társaink is, illetve mi hamarabb esünk szerelembe, és sokkal gyorsabban kitárulkozunk? Ez egy erős kijelentés. Ez egy erős kijelentés, de hogyha mondjuk azt nézzük, hogy átrendeződik a helyzet, és mondjuk a nők erősebbek lesznek, akkor megint egy ilyen nagyon alapvető gondolathoz mehetünk, ami így szól, hogy a kiszolgáltatottságot szerelemként éled meg. Tehát nagyon sokszor, hogyha mondjuk valaki vonzónak tart, azt mondja, hogy na, hát ez egy gyönyörű nő, és ráadásul közel is vagy hozzá, és ugyanakkor úgy érzed, hogy nem te kontrollálod az ő viselkedését, hanem mint hogyha egy kicsit a marionett bábúja lennél, tehát kvázi ő a dominánsabb, akkor az ember hajlamosabb hirtelen gyengít gesztusokba feledkezni, hirtelen futni utána, és ugye minél jobban futsz utána, tudod, ez is ilyen kognitív diszonancia redukció, tehát ha csinálok valamit, akkor utána nyilván próbálom érzelmileg és gondolatilag magyarázni ezt a helyzetet. Akkor azt mondod, hogy hát persze, hiszen ő fontos, és én azért futok utána. Tehát azt gondolom, hogyha így rendeződik át az egész pattern, az egész minta, hogy a nők egyre dominánsabbak, vagy egyre szenzációkeresőbbek, egyre több férfi mondjuk esetleg incselkednek, akkor neked egyre jobban be kell magadat vetni, egyre többször éled meg azt, hogy jó, most mintha vonzódna is irántam, de mégis egy picit vissza vagyok utasítva, és a rengeteg gondolkodás ezen, a rengeteg ambivalencia, a rengeteg egyezkedés, az végül nagyon sok érzelmet tud beindítani. Nagyon sok érzelmet tud beindítani, és hát ilyen szempontból lehet, hogy a férfiak könnyebben szerelembe esnek, mint régebben, de azt gondolom, hogy ez is egy kicsit annak a kérdése, hogy az előző kérdésedhez kapcsolódjak vissza, hogy kinek milyen a kötődése, kinek milyen az alaptemperamentuma, vannak szerelmes típusok, és vannak itt a világet nem lehet megingatni. Kicsit visszatérve ugye a mai beszélgetésünknek az eredeti témájához, ami az olyan társ és párkereső oldalak. Hát mit gondolsz, hogy mennyire bízhatunk ezeknek a sikerességében, hogyha valaki úgy érzi, hogy erre szeretne felregisztrálni, annyira vicces,
egyébként, mert láttam már ilyet kívül, és írják, hogy hú, hát már 6000 ember megtalálta a pályát, és egyébként 1 millióan vannak rajta, tehát hogy elképesztően jó az arány, tehát te mégis azért mit gondolsz? Tanácsolhatod-e esetleg bárkinek is? Mered-e tanácsolni? Igen. Hát az a kérdés, hogy a sikerességet azt miben méred? Hogyha lehet, hogy az a sikerességednek a kritériuma, hogy mondjuk teszem azt egy párkapcsolati krízis után, vagy kijöttél egy sok éves kapcsolatból, és te abban gondolkozol, hogy csak egy pár embernek írsz, hogy egyáltalán megpedzegesed azt, hogy még tudsz-e ismerkedni, de nem akarsz semmit, akkor lehet, hogy ilyen szempontból jó, mit tudom én, egy pár hétig ezzel játszani, és utána pedig lezárni, és majd ténylegesen mondjuk a villamoson találkozni valakivel, vagy a, nem tudom, az utcán, vagy a Balatonparton, vagy Istenesen, tudja, hogy hol. És akkor megmarad egyfajta, igen, jó emlék a találkozásról, de egy picit felhasználtad ezt az oldalt is. Van, aki kifejezetten teljes mértékben ezen keresztül akar partner találni, és nem csak játékra használja. Nem tudom, hogy ők miben mérik a sikerességet. Azt hiszem, hogy a sikeresség az nem az, amikor X emberrel levelezgetsz, vagy amikor sikerült találkozni, hanem amikor több éve benne vagy valakivel egy viszonyban. Na erre kéne szerintem egy kutatást csinálni, hogy akik így találták meg a partnerüket, azok például boldogabbak azoknál, mint akik mondjuk a 49-es villamoson találkoztak életük szerelmével. Én azt hiszem, hogy alapvetően ilyen szempontból nem találnánk különbségeket, mert itt is valószínűleg az átütő egy ilyen internetes vagy ilyen online társkeresésnél is alapvetően az első találkozás lesz, ott fog kiderülni, hogy ti tudtok-e beszélgetni vagy sem. Nagyon sokszor egy chatnek van egy flow-ja, van egy üteme, az visz téged, de hogy ott megint a projekcióiddal dolgozol, egy csomó olyan képet tudsz magadról megosztani, ahol mit tudom én, jól nézel ki, és a többi a tengerparton ez, de hát alapvetően az ember megszakadt, és hát nem a tengerparton áll, hanem a blahalózatéren. Így van. Sokat beszéltünk már ezt a oldalaknak a hátrányairól főleg, de nyilván van ennek jó oldala is, nem? Biztos van jó oldala, szerintem az, hogy persze szuggesztív kérdés, de hogy van jó oldala, igen, mert talán bontogatja az embert, vagy ez is egy kicsit, azt szokták mondani, hogy ilyen átmeneti tér, ilyen van a kisgyerekeknél is, egy ilyen kicsit ilyen mintha valóság, úgy próbálgathatod magadat. Ugye nagyon sokszor szokták azt mondani, hogy az interneten kifejezetten ilyen identitás próbákat végzünk, ugye Facebookon tipikusan ilyen, megnézzük, hogy melyik az a profilképem, amelyiket lájkolják, vagy melyik az üzenetem, amelyiket kedvelik, és akkor ezeknek az ilyen próbalépéseknek az alapján kikövetkeztetjük azt, tehát megnézzük, hogy a jövőben milyen lépéseket tehetünk, és ilyen szempontból egy ilyen társkeresőnek is lehet egy ilyesfajta haszna, hogy megnézed, hogy egy kicsit szélesebb merítése, mint hogyha mondjuk a gimnáziumi, nem tudom, pattársaddal lépnél kapcsolatba, és ő lenne az egyszál tükör, mondjuk körülbelül 4-5-6 esetben milyen visszajelentést kapsz, de lehet, hogy ezek a visszajelentések, ezek abszolút eltérnek az online, meg a valóságos környezetben. Végezetül egy kis skifis kérdést, elképzelhetőnek tartod-e azt, hogy az ilyen online társkereső oldalak felváltsák azt, ami alapvetően szerintem a természetes? Húha, hát... Azt gondolom, hogy itt megint ilyen arányokról lehet beszélni, és szerintem egyre nagyobb arányban fog igen teret hódítani. Kényelmes, ugye, tehát este elérem igazándiból az ágyból, vagy a, nem tudom, a számítógép mellől, vagy az okostelefonról, vagy mit tudom, Isten se tudja, hány ilyen applikáció lehet, és ilyen szempontból ugye a kényelem, tudod, az nagy úr, úgyhogy biztosan fog számítani, meg hát olyan szempontból is, hogyha nagyon nagy azért a migráció, mennek az emberek ide-oda, vagy mondjuk nem tudom, kitalálod, hogy te Japánban akarsz valakivel csetelni, vagy ilyesmi, nem lehetetlenek ezek a fajta ismerkedések, és ilyen szempontból biztosan lesz ennek egy plusz felfutása, nem beszélve azokról, akiket nem említettünk meg, ugye akik válás után vannak, vagy ez a 40-es korosztály is totális pangásban van ilyen szempontból az életük, ugyanakkor számítanak még 40-50 életévre, és nem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal. Na hát ez lehet, hogy talán egy másik beszélgetés témája, de biztos náluk is lesz felfutás. Mindig hadd csinálj neked egy reklámot, aki ilyen helyzetben van, keresse Tamást. Oké, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.